Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy Latinovicsról, mint egyféle garabonciásról szólhatok, és kérem, hogy indítsuk el a technikát, hogy az első filmbejátszást nézzük meg együtt. Ez egy másfél perces bejátszás, a Legszebb férfi kor című Simó Sándor rendezte magyar játékfilm 1972-ből a főcímet fogjuk látni. Garabonciás lenne? Ne járjunk csak utána ennek a fogalomnak. Mit is mond erről a magyar szókincstár? Ördöngős, bolondos, kötekedő. Egyenként cáfolni tudnám mindegyik definíciót, de sejtem, hogy miért jut eszébe bárkinek is se három fogalom bármelyike Latinovics Zoltánnal kapcsolatban. Ördöngős volt, mert játszott, nem is akárhogyan, ördögi figurákat. Ivánt, a Karamazov fiút, Csipolla lovagot a Thomas Mann mű alapján készült egyfelvonásosban, Varró őrnagyot Örkénynél, meg az ötödik pecsét gyűlöletes nyilas tisztjét Fábri Zoltán filmjében. Törőcsik Mari mondta róla a Jelen sorok írójának egy interjúban, hogy még a hősi szerepeiben is ott lappangott a játék a mélyén valamilyen rejtett negatív vonás. Kötekedett is, ha ki kellett állni a színészi hitvallása érdekében, tegyük hozzá, mindig jó oka volt rá. Bolondos lett volna? Az volt, ha csak úgy tudta a rábízott szerepet megformálni. Az volt, ha csak ezzel az eszközzel tudta érvényesíteni szakmai vágyait. Róla szólni és írni ma úgy érdemes, ha valami újat mondunk az utókornak. Előadásomban megpróbálom felvázolni azt a sorsát formáló erőteret, melyet a kádári acéli művészeti irányítás és a zseniális őstehetség alkati sebezhetősége között feszülő, éles ellentét hozott létre, és darálta be őt élete és tehetsége csúcsán a nemlétbe. Színház, film, versmondás, rendezés, írás. Tartsunk sorrendet. Mi lehetett számára a legfontosabb szakmai terület? Elsőként és jelesül csak is a színház. A magyar vidék, Debrecen, Miskolc, Kecskemét, Veszprém a meghódított városok. Szent István körút, Paula Jede utca, Városliget, Nagymező utca. Vígszínház, Körszínház, Stália, Fővárosi Operett. Rómeóból hirtelen Csipolla válik. Savonarolából Ványa bácsi lesz. Kutyavilág a színészetre, s kutyaként a színpadon. Jönnek a szerepek futószalagon, többségében a lélek púpjait hordozó alakokat keltett életre. Ő maga panaszkodott erről. Naponta átlépte a jó és rossz határát, s néha tarka virágcsokorral a kezében érkezett meg onnan. Ezt már nem ő mondta, nem is én, hanem Kassák Lajos egy másik teremtő zseniről, Bartók Béláról, de Latinovics Zoltánra is ráillenek ezek a szavak. Ha örökre emlékezetessé vált filmalakításait leltározzuk, joggal juthat eszünkbe egy klasszikus garabonciás, nevezetesen Till Eulenspiegel. Vagy esetleg a jokulátor, nevezetesen egy bizonyos jokulátor, Tarkovszky Andrej Rubljovjából. Az énekmondó vándorkomédiás, akinek büntetésből kivágják a nyelvét.
Latinovicsot persze nem érhette efféle megtorlás, ám lehettek, akik gondolatban megcselekedték ezt vele. Szabályszegő celluloid alakmások peregnek a legjobb moziban, az emlékezetünkben. Törtető mérnök, aki ki akarja hagyni a korai Kádár diktatúra kötelező karrier lépcsőit, ez a film a gyalog a Mennyországba. Ugyanezt a figurát láttuk viszont egy bő évtizeddel később, 1971-ben egy üzemi laphoz lecsúszott, jobb sorsa érdemes újságíró alakjában. Ez a legszebb férfi kor, melyből egy részletet láttunk, ahol is jócskán őszülő félben mutat föl 40 évesen saját legszebb férfi korában súlyos problémákat. Mind közül minden filmvászon és képernyőn látható alakítása közül legtovább él és hat természetesen a Szindbád filmben megpróbált Krúdy alakmás. Ebben a filmben cáfolja önmagát, azt a nyilatkozatát, hogy halott gépművészetnek tartja a filmkészítést. Huszárik filmje, benne az ő játéka, hosszú időre beleírta magát a magyar mozgókép aranylapjaira, és mégis saját legszebb férfi korában járt, amikor éppen elhagyta a Vígszínházat, másodszor és utoljára, hogy aztán ne szerződjön többé tagnak sehová szélese hazában. Amely nem is olyan széles, a szabályszegő értelmiségi keresben szellemi otthont valahol. Nincs más hátra, írni kezd, illetve folytatja, amit még a 60-as években az egykori Újírás folyóirat hasábjain 1966. novemberében elkezdett. Szurkálni kezdi a ködöt. Ma ez a kötet cím legendás immár, akkor azonban sokakban mosolyt keltett. A színfalak mögött a közöny és a középszermék hezitált. Ez is idézett attól a költőtől, Nagy Lászlótól, akit más nagyjaink mellett forró áhítattal tolmácsolt pesti irodalmi esteken, rádióstúdióban, vidéki művelődési otthonok recsegő pódiumán. A színházi bajlertár Latinovicsi felidézése ma talán kiegészítésre szorulna, de a költői lélek mérnöki pontosságú elemzései mit sem veszítettek érvényességükből. Sajnálatos áthallás, de ő tényleg a versek lelkének mérnöke volt és maradt. Tessék megtekinteni, kérem szépen a következő két képet bejátszani. Tessék megtekinteni lírikusainkról papírra vetett rajzolatait. Meg lehet, ezeket a rajzokat, vagy inkább mérnöki terveket kevesen értik, talán csak sejtik a jelentésüket. Bővebb magyarázatot illetéktelenség okán magam sem tudnék hozzájuk fűzni. Továbbá fel kell tenni a kérdést, milyen író volt Latinovicsi Zoltán? Ha csak belelapozunk az Emlékszem a Röpülés Boldogságára című gyűjteményes kötetébe, néhány oldal elolvasása után rádöbbenünk, milyen stílusteremtő erővel tudott írni, milyen képszerűen megjelenítő módon közölte a gondolatait. Egyáltalán mikor írt? Mikor szakított időt arra, hogy eszmefuttatásait papírra vesse? Gondolom kézzel írt, hiszen ha kedve támadt, mint láttuk, rajzokkal is illusztrálta gondolatait. Külön elemzés tárgya lehetne a grafikus szövegek értelmezése pontosítása. Ezek a műfaji területek, melyekről idáig szó volt, nyomon követhetőek Latinovicsi munkálkodásának katalógusában. Celluloid és mágnesszalagok, nyomdai termékek őrzik játékát és gondolatfűzéseit. Színházi rendezéseiről sajnos csak emlékfoszlányok maradtak fenn. Néhány túlélő játszótárs számára talán még eleven az élmény, melyet a Veszprémi Petőfi Színház próbáin és előadásain átélt. Két látszólag egymáshoz nem illő szerző, Németh László és Maxim Gorki színdarabjainak bemutatóin. Szigeti Gábor színháztörténész alapos kötetét lapozhatja fel a kíváncsi érdeklődő. Tévés forgatócsoportoknak kellett volna odarohanniuk és rögzíteni a magyar színház története jeles eseményeit, ehelyett a Vígszínházi Ványa bácsi felvételét is törölni akarták az archívumban, csak egy kíváncsi technikus mentette meg a szalagokat, melyek szerencsére újra nézhetőek. Hogy archívum őrizze teátrumi munkálkodása eredményeit, ezzel ő nem törődött. Annál inkább szeretett volna színházat alapítani, ahol magyar szerzők darabjai szerepeltek volna a programban. Szeretett színház lett volna ez a hely is, miként egy másik nagy álmodozó, Mezei Mária képzelte a színházművészet erkölcsi szakmai alapjait. Színház alapítása korai 70-es években,
Amikor épp az alig beindult és mindig is kordában tartott honi gazdasági és politikai reformok visszavétele zajlott 1972 táján? Amikor ideológiai konferencián dádázták meg az állami irányítás szerint elhajló társadalomtudósokat és művészeket? Amikor alig titkolt jelszó lett egy ki tudja honnan előráncigált fegyelmező mondatból, nevezetesen, hogy gúzsba kötve táncolunk. Ő pedig igazából repülni szeretett volna. Gyerekkorát felidéző állatkerti emlékezésében írja, csak a madarak boldogok. Bármilyen különösen hangzik, még áttételesen is, hit abban, hogy a szárnyai újra nőnek. Az igazi színház belül maradt a lélekben, Latinovics terveiben, vágyaiban, álmaiban. Meg a szanatóriumi szobában, ahová megbántott, sebzett lelkét ápolandó kénytelenségből visszaszorult. A rendszer humánus volt vele szemben. Nem nyomtak a kezébe visszatérésre már nem jogosító útlevelet. Nem záratták rá gyógykezelése intézményének ajtaját. Dolgozhatott. Nehetett egyetemista versmondók közé fellépni, szavalni, rendezői tanácsokat osztani. Az ELTE Balassi Bálint szavalóköre volt az utolsó szakmai menedéke, meg a hanglemezgyár stúdiója, ahol legkedvesebb költője Ady Endre mondatait rögzítette. Síron túli üzenetként még a halála után is megszólalt, ránk szólt. Adira emlékeztetett egy mellesleg nem túl sikeres magyar játékfilmben. Ez volt a költő centenáriumára 1977-ben bemutatott Kilátott engem című alkotás. És most, mielőtt befejezném az előadásomat, kérem, hogy indítsuk el a harmadik bejátszást, ahol Ady Endre versét, a Krisztus kereszt az erdőn fogja nekünk most itt elmondani körülbelül másfél percben. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában, régi emlék. Csörgős szánkóval valamikor én arra jártam, holdas nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett, én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, és dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk. Apa, fiú, egy igen, s egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy röpültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott röpül a szánom az éjben, és amit akkor elmulasztottam, megemelem a kalapom mélyen, ott röpül a szánom az éjben. Egy garabonciás művész dolga, hogy mindig megtalálja a közönség szívéhez vezető rejtekutakat, hogy ne hagyja magát keretek közé szorítani. 20 évesen sem, amikor Balaton szemesről Füredre vitorlázik, hogy belekerüljön a Lilionfi nyitó képsoraiba. Évek múlva sem, mikor jeles építészi diplomát sutba dobva, szülői tiltással dacolva színésznek áll, mint évszázaddal korábban vándorkomédiás elődei. Kifogott ő minnyájunkon. Ma is velünk van, hódít és igét hirdet. Talán mégis csak garabonciás. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.